Tavaly november óta látogatható az a kiállítás a Savaria Múzeumban, amely a Szent Márton életéhez, tetteihez kötődő európai települések történetét mutatja be magyar és angol nyelven. A tárlat célja felhívni a ma emberének figyelmét arra, hogy a szaváriai születésű szent személye és példázata egy közös nyelv, amely embereket, városokat és országokat is összekapcsol. Van, ahol kolostort alapított, van, ahol közösségeket hozott létre, van, ahol csodát tett, tehát meg annyi történet fűződik ezekhez az állomáshelyekhez. És hát Savariától egészen Túrig tart ez az útvonal, 12 települést érint, és hát erre csodálkozhatunk rá a kiállításban, hogy milyennek voltak ezek a települések az antik időkben, és milyen most ez a település, tehát egy kicsit történeti és egy kicsit turisztikai jellegű kiállítás. A Szent Márton nyomában című tárlat március 19-éig még megtekinthető.